Kedves gyerekek, most megleshetjük a Mikulás bácsit tornázás közben! A karácsonyfára, ha hull a hó, leporolgatja a tél a hó. A hóember mosolyog szépen, vigyázz el, ne csúszz a jégen. Na egy picikét segíteni kellene a Mikulás bácsinak, kedves gyerekek, dobbantani fogunk a lábunkkal, hogy is van az? Ez az, így kell ezt csinálni. Ha nem mozog eleget a bácsi, könnyen meg tud fázni, hogy a zsebkendőt ne fújja, kezdődjön inkább a torna. Hogy? A karácsonyfára, ha hull a hó, leporolgatja a tél a hó. A hóember mosolyog szépen, vigyázz el, ne csúszz a jégen. Egy picikével több segítség kéne a Mikulás bácsinak. Ki az, aki tud nyuszi tapsolni, gyerekek? Hogy kell azt csinálni? Uhú, pontosan így van, igen! Ha Mikulás nem sportol, fáj a háta a kortól, hát feltűri kabátja ujját, és kezdi már is a tornát. Hogy? A karácsonyfára, ha hull a hó, leborolgatja a tél a hó. A hóember mosolyog szépen, vigyázz el, ne csúszz a jégen. És még ennél is több segítséget elvisel a Mikulás bácsi, kedves gyerekek, most már teljes tenyérrel tapsolunk, figyelj! Úgy is van, nagyon jó! Ha Mikulás egyet tapsol, a karja erős lesz attól. Ha Mikulás egyet ugrik, erősödnek a vádlik. A karácsonyfára, ha hull a hó, leporolgatja a tél a pó. A hóember mosolyog szépen, vigyázz el, ne csúszz a jégen. A karácsonyfára, ha hull a hó, leporolgatja a tél a pó. A hóember mosolyog szépen, vigyázz el, ne csúszz a jégen. Vigyázz el, ne csúszz a jégen. Vigyázz el, ne csúszz a jégen.